Az Olimpia Kupa második fordulójában látta vendégül a Ferencváros együttesét a Duel Marsk Graphics női vízilabda csapata. Ezt a sorozatot a szövetség a válogatott felkészülése miatti szünet idejére szervezte. A mérkőzést a budapestiek nyerték meg, akik 13-10 arányú győzelmet arattak a Faboéva sportuszodában. A találkozót követően a csapatok játékosai és edzői értékelték a látottakat. Jó mérkőzés volt, természetesen mind a két oldalt voltak hibák. Az elején örülünk, hogy el tudtunk menni, utána följött az Újváros, a végén tudtunk még egyet rákapcsolni, úgyhogy gratulálok a csapatomnak, és a Dunaújvárosnak is, meg úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés játszottunk. Neszmély Boglárka, a Ferencváros játékosa tovább árnyalta a mérkőzésről alkotott képet. Szerintem is egy jó mérkőzés volt, egy brusztos mérkőzés, és szerintem is az első negyedben a jól befejezett helyzeteinket emiatt tudtunk nyerni. Viszont hátul szerintem kaptunk pár rossz és buta gólt, és hogyha ezeket a jövőben ki fogjuk tudni javítani, akkor még jobb mérkőzéseket játszhatunk majd. Mihók Attila, a Dunaújvárosi csapat vezetőedzője is megfogalmazta gondolatait a meccset követő sajtótájékoztatón. Számomra szokatlanul azért amatőr hibákat követtünk el, ebből a Fradi szinte mindent könyörtelenül kihasznált, rögtön az első három támadásából lőtt három gólt és ezzel 3-0-ra vezetett, ami nem adott egy jó alaphangot ennek a mérkőzésnek. Az persze egy nagyon pozitív része ennek a nem jó kezdésnek, hogy a negyedik negyed közepére azért tudtunk egyenlíteni, de annyi már nem volt bennünk, hogy itt a védekezésünket tovább is azon a szinten tartsuk, amin addig sikerült. Mucsi Mandula, a Duel Marsk Graphics vízilabdázója látott pozitívumokat csapatuk játékában. Azt gondolom, hogy mind a két csapat játékában sok hiba volt, sok hullámvölgy volt, és amikor a kezünkben volt az, hogy vezessünk egy góllal, akkor sajnos ők jöttek ki jobban belőle, és hát ezt ki tudták tartani a végéig. De azt gondolom, hogy dicséret jár a csapatunknak, hogy vissza tudtunk hozni egy ilyen rossz kezdés után a mérkőzésbe magunkat. A dunaújvárosi csapatból Guris Atti Gréta, Horváth Brigitta és Vályi Vanda kapott meghívót a női vízilabda válogatottba.